Igen, ez a szikla, ez aranyos egyébként. Ugrik. Kettő. Négy. Ugrik. Öt. Hat. Ez már elég volt. Aha, tehát hatot kell róla így leszedni. És lenyugodott. Akkor ide a kövi várjelölés, tehát akkor tudjuk, hogy ez itt van. Oké. Jó, és akkor itt ez megvolt. Itt van egyébként lent egy barlang, az biszti. Az a piros jelölés, ez mindig azt jelentette. Ránti valószínűleg mindig beszélni kell az NPC-t. Hát nem levet megint magától a morszra való pénzem. Jaksian diaksian smile. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Hómancs. Köszi a 9-et. Ezt hagyhatjuk. Oké, hol lesz? Lentebb lesz. Valahogy... Jó, hogy itt van még egy. Itt elég sok szólt lehet akkor duplázni. Kizár dolog, hogy ezt túléljem. Eddig még akár meg is lehet. Na jó, na erre nem számítottam, hogy ezt elsőre lehozom. És nekem balra kell menni. Nem az átugrással szokott lenni a baj, hanem azzal, hogy zsíros a ló lába. Na és most mi van? Aha. Ha! Csak lassan. Szépen lassan meg tudod csinálni. Kegyló. Szuper. Na, lent vagyunk. Ennek nem látok a lábán olyat. Az baj. Mi a fasz? Oké, ennek nem látok a lábánál olyan izét. Ezt nem tudom, ez hogy lehet. A többinek nem volt, volt már olyan.
volt már olyan, amelyiknek volt harangja, de annak is volt a lábánál ilyen körmösgenyó. Erre te se tudtál rájönni? Nem tudom, hogy vajon mi lehet. Az is lehet, hogy akkor mit tudom én, mondjuk a környékén kell mindent kitakarítani, és akkor esik össze. Vagy valami mob megüti, és attól esik össze. Jó, arrafele lefele megyünk. Ő viszont innen szalad ki. Oké, átbaszós láda, vagy nem átbaszós? Nem átbaszós. Somber Smithing Stone. Akkor megyünk lefele. Avid, ez a est honnan lett meg? Avid, ez az... Ez a est honnan lett meg? Amint Seth? Seth honnan lett meg? Ezt a... az ujjazós nőtől vásároltuk. Aki a... akinél a boss szólókat váltott be, tőle vettem. Hű, baszki, ez jó nagy terület. Na! Istenem. Tipikusan. Amikor annyira akarok figyelni arra, hogy jó irányba menjek. Figyelj, hol van a lépcső, Avid. Oké, tudok valószínűleg lefele menni. Á, nem működik innen. Akkor ezzel majd csak fölfele tudunk jönni. Igen, számomra mindig a lépcsők a legveszélyesebbek. Spóroljunk egy kicsit. Hoppá! Oké, arról most nem beszélünk, hogy megint leestem. A faszom ez a spell, amit tol rám. Ú, ráadásul nincs is manám, mert nem állítottuk vissza. Ó, bakker.
Ezeket ostorral kell ölnöm, mert a sima fegyverem az lepattan róluk, mert ugye ilyen kőtestük van. Őket a strike fegyverrel lehet jól sebezni. Erre van az ostorunk. Aha, és innen estem le. A lámpást a ló mellé berakni? Amúgy lehet, hogy igazad van, várjál? Ha berakom mondjuk itt balra. De! Okos, köszi. Mert úgyis két summont használunk, a lovat, pluszba akkor a lámpást, ez így jó. Ez jó ötlet volt. És így nem kell mindig baszakodnom a izébe, az inventoriba. Kéne egy Souls játék csak lépcsőkkel? Az gyönyörű lenne. Jó, lefele. Emellett a staff mellett volt a izé? A kőhajító spell? Na azért viszont akkor ezután a izé után azonnal elmegyünk. Mert akkor az kell. Most a probléma hatalmas. Mégse. Azt hittem, hogy meg fognak lőni, miközben mászok át. Képzeljétek, ennek a fegyvernek nem csináltak ilyen háttal kivégzős animációt. Most direkt ezért jöttem ide közel, hogy hát, ha van valami animációja, de nincs. Az a lift egyel följebb visz. Ó, baszki. Ne, ő íjász! Ja, az ostor az jó cucc. Tehát az ostort ezt azért fejlesztettük föl, hogy legyen egy harmadik típusú fegyverünk. Ugye ez a strike-os fegyver. A többi az meg ilyen slash, meg standard. Ők nem barátok. Nagyon nem. Kristály knife. Az valószínűleg egy dagger lesz. Aha, dagger. Viszont egy intellektes dagger. Ha valaki esetleg ráér, kiszedhetnék, köszi belőlem a nyílvesszőket.
Az a bajom viszont, hogy hárommal egyszerre nem akarok ostorozni. De az ostor, azt tudjátok, hogy mitől a legjobb. Ha nem rakunk rá magic skálázódást, akkor ugye tudjuk buffolni. És az nagyon jól néz ki. Mennyi smithing stone. Mondjuk jó sok mati itt. Ax honnan van? Milyen ax? Ez? A Golem's Halberd? Az egy kurva nagy golem dobta itt. Ainshell River Well. Hát itt fönt az északi részen. Ha arra gondolsz. Shatter Earth? Mi? Várjál már! Az egy spell? Shatter Earth, itt van. Thrust stuff into the ground to emit a shockwave. No! Az már lehet, hogy ő döfi. Még nem tudod eldönteni, Rócs? Mi szól ellene? Tíjes. Most úgy megyünk rá a bosszra, hogy igazából nem is tudok varázsolni. Fasza. Nincs mana töltésünk, semmi. A faszom vagy te. Jaj, ne, megint egy kristályos. Akkor elő az izével. Ostor. A kristály mobot nem tudom sebezni a saját fegyveremmel. Bár lehet, hogy hátba szúrni, hátba lehet. Igen. Ami 36-ot sebzett rá. Hosszú lesz ez így, az meg. Ehhez használtuk múltkor a Morning Star-t. Mert ezzel hiába ütöm. Mondjuk, hogyha kiütöm a Poise-ból, akkor jó. Így már jó. Ó. És megint adhatjuk az asztalnál lévő vendornak ezt a bell bearinget. Skyrim-es csata. Én is inkább nézem, mert soha nem játszottam Souls játékkal, és annyira összetett, és nincs gyakorlatilag semmilyen guide játékon belül, hogy de nem is kell, tehát ebben a játékban szerintem viszonylag könnyű rájönni a dolgokra. Nem mondanám azt, hogy olyan
borzasztóan bonyolult. Szerintem. Na, azt mondtátok, hogy amellett, a staff mellett, ahol találtam, ugye azt a staffot akkor találtam, amikor kijöttem a csapdából a tunnel és a stairs. Ha ide visszamegyek, emellett kell lennie egy spellnek? Tehát ugye itt voltam kint, és valahol itt, nem, várjál, a staff az nem ezen az oldalán volt, hanem pont a másik oldalán. Azt lehet tudni akkor, hogy az merre van? Az ezen az oldalon volt, azt hiszem. De lehet, hogy most, lehet, hogy most nem is jó helyre hoz. Nem, ez nem az a hely, ez a sárkányos hely, nem. Tehát nekem ez kell, csak miután kijöttem, úgy volt, hogy balra mentem a porthoz, ide, és a másik irányba mentem a staffhoz. Itt a staff az a másik oldalon volt. Lehet, hogy ez az? Nem, ez egy runárk. Nem pont mellette, de nem messze tőle. Oké. Okay. Gondolom csak ilyen random gejzirek. Valahol itt volt a staff, ahol itt barangoltam. Aha. Ó, oh, mindegy, ez egy set. Itt nincsen bent item. Ja, itt volt a staff. Abban az emberben. Csak akkor valahol itt kell lennie egy spellnek is. Oké, na most ide full véletlen sétáltunk le. Ez lesz az, Roxley. Nem, akkor meg is van. Zsír. Akkor ráadásul azzal a staffal, ami most van, ez a spell, ez elméletileg kurva erős. Jó. De mennyire már furcsa, hogy ott pont ahogy köröztem, úgy véletlen beleakadtunk. Na, lehet, hogy lecseréljük az eddigi alapspellünket. Annak mondjuk nagyon örülnék. Rakjuk össze a setupot. Tehát elméletben... Ugye ez a staff, ami nálam van, azt mondtátok, hogy a lila képességeket erősíti nagyon. Tehát ezt a rockslinget elméletileg nagyon erősíti. Ezt a meteorit spellt, ezt nem is használjuk, mert ez borzalmas. Én ettől függetlenül a kis pebble stone-omat, ami az első, azt ott hagyjuk, mert az eddig minket nem hagyott még cserben. Star Shower, ugye az Aue az szintén jó volt. Berakjuk ezt az Earth Shattert, mert erre kíváncsi vagyok. Terra Magicus és Starlight az nem kell. Right Hand Magic Buff az kell. És akkor szerintem poénból ez is kell. A Great Bow. Na nézzük ezt a Pebble Stone-t, vagy mi ez, Rockslinget, vagy mi volt az. Ez.
Az ez a staff. Az meg is van. Itt van az Azure Glintstone Staff, azt már 5-ösre fölhúztuk, ami azt jelenti, hogy S-es skálázódást kapott, de még nem tudom hordani, mert 52-es int kell hozzá, és ez fogja buffolni a Glintstone-os dolgokat. Gyorsabban kasztolok vele, de többbe kerülnek a spellek. Meg most lootoltunk egy ilyet. Boost Stone Digger Sorcery. A Digger Staff. Boost Karian Sword Sorcery, az a Karian Glintstone. Ó, és ezekkel akkor a különböző... Király! Tehát, hogyha azzal akarok menni a kardos spellekkel, akkor... Kösz a poti, igen. Akkor... akkor másik staffokat lehet használni. Na, ez mondjuk nagyon ötletes. Kösz-kösz. Jó, és akkor ott tartottunk, hogy ez a barlang megvolt. Akkor mehetünk letesztelni a fánál lévő szokásos bosszunknál, vagy bosszunkon az új staffot és spellünket. Ez úgy néz ki, mintha fölötte lenne. Nem tetszett neki, amit csináltam vele. Nem lehet megkerülni lóval, csak így. Vannak másik staffjaim is, de egyelőre most ezt használom. Pláne, hogyha tényleg ezt nagyon, tényleg erősíti azt a rockslinget. Bazd meg, de most hova tett le? Ó, Istenem. Szia, John Carter. Jól, jól megy. Akkor itt fölfele indulunk el. Ma is egész sok boss halt, és alattunk szépen. Na, lássuk a medvét. Hogy varázsol ez amúgy? Adom. Lehet máshogy is használni? Mondjuk sokáig nyomva tartva? Ez tetszik. Ez nagyon menő. Jóféle. Eszi a manát amúgy rendesen. Valamit hallok mozogni. Ja, oké. Csak ezeket meg le kéne fájtolni előtte. Maradunk a bevált módszereknél. Csing, csing, csing!
Ez annyira nem sebzett sokat. Várjál, nem egyedül van. Ja, hogy ja. Értem, értem. Dupla életes vagy, értem. A régi varázslatok még itt működnek. Ne, ez mekkora? Ez mekkora duma volt most? Úristen. A régi varázslatok még mindig működnek. Kurva nagy. Jó, kaptunk egy csomó ilyen potiba rakható cuccot. Kózis, ez az explódos. Damage taken csökkent, enhances charge attack, temporally boost holy attack, temporally boost lightning attack, temporally boost magic attack. Mondjuk ez egy olyan alkalommal, hogyha a fegyvert buffolom magickel, akkor jó lehet. Mindjárt jövök, srácok, elszállok gyorsan mosdóba. Útközben találtam egy kis chipset is. Na, szóval meghalt a fa, vagy hát ilyen fa valami. Lassan befejezzük ezt a részt is itt. Igen, besétált. Hát, gyorsan elszaladtam a konyhába, mondom, valami rákcsát. Az a staffom megvan? Az a... Ez. WC-ben chips. Vagy a konyhába pisültem.
Az a baj, hogy a Carrion Sword Sorcery-t buffolja, amik... ugye azok a spellek... ezek. Baszd meg, ezt nem is használtuk még. Tehát a Magic Mass, gondolom ezek a sötétkék dolgok, ezek a Carrion spellek, nem? Az azért lehet izgi, mert hogyha azt a részét nézzük, hogy jelenleg ugye használunk fegyvert. Háromfélét. Viszont ha ezzel a Carrion Staff-fal megyek, akkor nem használnék fegyvert, ugyanis használnám azt, hogy a bot átalakul fegyverré, amikor ütök vele. Mondjuk ez a Carrion Slicer, vagy a Carrion Greatsword. Meg Carrion Piercer. És ráadásul ezt nagyon felerősíti az a bot. Mellé ugye távolságinak ott van a Loretta's Great Bow. Jól gondolom, srácok, hogy a színek változtatják, vagyis határozzák meg azt, hogy melyik kategóriába tartoznak a spellek. Tehát, hogy nyilván a pebbles dolgok a világos kékek, sötétebb kékek, akkor gondolom az a Carrion, és a lila az pedig a Gravity. Pixel! Mindig van zsepi, hogy megtöröljem a kezem. Nem fogok chipses kézzel játszani, ne aggódj. Szóval ezek alapján egész sok loadoutot tudunk csinálni. Nyilván a Meteorite Staff az lila. Akkor a Carrion Glintstone, ez akkor a sötét kék spellek. Az Azur az csak szimplán rohadt erős. A Stone Digger Sorcery-t nem tudom, hogy mi. Csomószor eszek a gép mellett. Na. Jó, ezzel a lila spellel egyelőre elégedett vagyok. Nem rossz, bár picit lassabb, mint a másik, még akkor is, hogyha boostolva. Ja nem, nincsen boostolva a casting speedünk, mert az pont a másik staff boostolná. Mindegy. Jó, tehát ott tartottunk, hogy itt a fa, az meghalt. Mi van még itt? Még van fölfele egy barlang. De várjál, ott már voltunk bent. Black Knife Katakomb. Azok szerint itt már voltam, és meg is, és itt meg is halt az a valami? Mi van itt? Mondjuk, hogyha nyitva van az ajtó, akkor fixen tudjuk, hogy... bazd meg, várjál, itt sötét van. Ha nyitva van az ajtó, akkor itt is, itt halt a boss.
Vagy itt együtt voltunk, srácok? Nem, nincs nyitva az ajtó. Nincs nyitva, akkor ezt most fogjuk megcsinálni együtt. Hát figyeljetek, akkor viszont nagyon sok matira lesz szükség, mert akkor ezek szerint több staffot is föl fogok upgrade-elni. Na, állj! Ó! Lehet, hogy ő szumonálta vissza őket. Great Axe! Várjál, mert fölkelt az a másik csonti. Jó. Itt szereztünk egy durva Great Axe-et, gondolom. Rosus Axe. Intellektes Axe, srácok. Na figyelj! De standard damage-es. Az ugyanolyan, mint a standard pierce. Akkor nem. Mondtam volna, hogy akkor használjuk, mert intes, hogyha lesz majd 18 strength-em, de nem. Ha strike lett volna... Ó, de jó. Óriás! Óriás húsbárdok! Jó, hát annyira nem lehet nehéz dodge-olni őket. Ja, hogy ezek ekkor... Ah, nem is figyeltem, hogy mekkorát lőttek belém. Bakker, azt hittem, hogy ilyen kicsit sebez. Arra nem gondoltam, hogy ezek is szarrá lőnek. De még érdekes lehet az Axe? Megnézhetjük majd, persze. Csak ahhoz három pont kell még a strength-be, az sok. Így is 15-re húztam fel a strength-et, már teljesen fölöslegesen, csak hogy jobban nézzenek ki a statjaink. Nekünk az a bácsi kell. Oké, és összeesett az összes csonti rögtön, amit ő szummonált. Oké. Nagyot sebeztek a izék. Ja, és elfelejtettem, hogy ez föl kell. Várja, van még egy summoner valahol. Nem haltak meg azok a cumók.
Ez meghalt. Amúgy mondjuk engem nem zavar, hogyha ott vannak fönt, tehát felőle maradhatnak ott. Na hát most csak az intellektre teszünk. Aha. Ez pont olyan helynek tűnik, mint ahol lesz egy kurva nagy rák. Arra várok, hogy mikor poppol föl. Valószínűleg ott a lootnál fog fölpoppolni. Na, nem biztos, hogy ott lesz. Kettő is, bazd meg. Elkapott. Ebbe belehalok. Kettőre mondjuk nem számítottam. Ott maradjunk annyiba, hogy az nagy mázli volt, hogy ott az ajtónál nem rágtak rám még egyet. Biztos, hogy valahol van valami titkolózós fal. Ezen a részen nem. Szia, Spray! Nem. Oké. Próbálkozunk. Jó. Egyrészt nem tudtam megfigyelni, mit lootoltam a végén ott a rákoknál. Valaki látta-e? Mert én azt nem tudtam figyelni a rák támadás miatt. Oké, akkor ezek szerint itt kell lennie. Aha. Látom. Ott fönt van valami. Mondd, hogy jutunk föl? Oda valahogy föl lehet jutni. Ötlet, észrevétel?
föl kellene húzatnom magam az egyik ilyen izével? Az asztalnál lévő NPC-t keressük meg. Igen, igen, az most itt is segíthet. Oké, mindig fölkelnek, mert lecsapják őket a bárdok. Igen, a húsbárd lift az nem tűnik rossz gondolatnak, csak egy a bibi. Közben szétlőnek ezek a szarok. Időt akartam nyerni, majd utána szétütöm még egyszer. Jó. Azt kell, hogy felállni a bárdokra, amikor mennek fel. Csak tudjátok, hogy mi a baj? 22 ezer szól van nálam, és ezek kurva nagyot lőnek. Jó, szétrobbantak. Tudtam, hogy egy ütés voltam. Az a baj, hogy nem volt már manám. Meg HP potim. De most már tudjuk, hogy akkor csak odáig kell elmenni, és akkor a húsbárdal föl, tovább megölni a summonert, tovább megölni a summonert.